Minden elindult. Sziasztok. Köszönjük Zolinak is. Sziasztok. Hát most egy üres szobában jelentkezünk azért, hogy nem is tudom, hogy miért azért, mert a szeretőkkel kapcsolatos és a hármas kapcsolatokkal kapcsolatos kicsit hát fájóbb problémákat beszéljük meg. Ráadásul karácsony előtt, és azt mondja Izza, Plecskó Izabella, a szeretőkkel tanácsadók, akinek rengeteg kérdés érkezett ebben a témában a pigshop.hu per man oldalon, és ott ingyen lehet tőle segítséget kérni, mire van szükség ebben a helyzetben. Mert egy karácsonykor lehet, hogy egy kicsit kiéleződik ez a hát nagyon fájdalmas és nagyon szerencsétlen helyzet, hogy hárman vagyunk egy szerelmi, vagy hát nem biztos, hogy annyira szerelem kapcsolatban. És Izának nagyon jó kis kérdései érkeztek, és sok segítséget tud nekünk abban nyújtani, hogy ez hogyan egy túl karácsonykor is, illetve hogy mit csináljunk. Mit csináljunk? Igen, ezúton is köszönöm azoknak, akik ilyen kérdésekkel fordultak hozzánk, és ezáltal ötletet adtak nekünk. Hát remélem, hogy nektek idővel ez a helyzet rendeződött, vagy rendeződni fog. Tehát volt egy ilyen kérdésünk, hogy ki a legnagyobb vesztes egy hármas felállásban. Én azt gondolom, hogy vesztest azt nem hozhatunk ki, mert ez egy nagyon-nagyon pejoratív szó, de minden esetben megvan az ember, aki szerintem a legtöbbet veszíthet ebben a dologban, és ez nem is biztos, hogy az, akire elsőre gondolnánk. Te kire gondolnál, hogy ki a legszerencsésebb? Igen, én is azt gondolom. Én meg azt, hogy mindenki nyer, mert egy eleve, hogyha összejött ez a hármas verzió, akkor jobb abba hagyni. És arra esetleg rámutat az új szituáció, hogy hát itt valaki hazudik. Igen. És én azt gondolom, hogy például ugye sokan kihozzák a megcsalt felet, hogy annak a legrosszabb, ezt szerintem egy átmenetileg valóban igaz tény, de hosszú távon belegondolhatunk abban is, hogy igen, egy pillanatra megremegett a világa, lehet, hogy egy év, két év, mire talpra áll minden tekintetben, de gyakorlatilag van egy esély az újrakezdéshez. Ezzel szemben ott van például egy szeretőt tartó illető, aki elképzelhető, hogy előbb jutott két cég között a pad alá fog esni, mert nem hiszem, az illúzió, amit kergetett a szeretője személyében, az valóban olyan, mint szerette volna. Másrészt pedig ott van a szerető, aki van, hogy éveket vár. Most például felhozza például ezt a karácsonyi időszakot, hogy vár akár ünnepekkor, ekkor, akkor, amakkor, és mindig hátra van szorítva. És gyakorlatilag hónapokat, éveket áldoz be egy olyan kapcsolatba, amihez statisztikailag is tudjuk, hogy a legkevésbé végződik úgy, hogy mondjuk valóban elhagyja az addigi élet a párját, a szeretőt. A szerető nem nyer általában. Nem nyer sajnos. Tehát bármennyire is szeretjük magunkat, az a hiteget, hogy majd engem választ, hogy ez ennyire evidens lenne, akkor már nem lenne egy hosszantartó viszony az egész, hanem egyik napra másikra tényleg az nagy fellobbanás, az érzelmek, amikkel ilyenkor szoktak takarózni, akkor könnyebb lenne a döntés valóban. Abszolút. Jó. Hát akkor előbb már feltettem itt a többieknek is a kérdést, és akkor most szeretném tőletek is kérni, hogy mindenki nyomjon egy lájkot, akit már megcsaltak. Hát gondolom ez nem lesz egy annyira sikeres lájkolós dolog, mert akkor mindenki meglátja. De jobb inkább kimondani, hogy akkor valaki már eljátszott ezt velünk, mint hogy tovább takargassuk. Tehát Iza, abban tudsz segíteni, egyáltalán hogyan kerülünk ebbe a szituba? Hát szerintem ez legtöbb esetben azért nem egyik pillanatra a másik a bekövetkező változás. Erről beszéltünk korábban is, hogy megvan az idevezető, az ellaposodás, mondjuk nem lehet egy embert megtenni általában úgymond bűnösnek, mert két ember kell ahhoz, hogy akár a kommunikáció megszűnjön, akár a testiség megszűnjön. Ez egy hosszabb folyamat. Eltekintem mondjuk attól az extrém példától, amikor valaki olyan szinten narcisztikus személyiséggel bír, hogy muszáj állandóan a szoknyákat vagy a gatyákat kurásznia, és mindig kell az állandó visszacsatolás, amikor valakinek olyan elköteleződési problémái vannak, hogy gyakorlatilag az Isten sem menti meg attól, hogy ne kerüljön viszonyba. Tehát ez az egyik, aki mindenféleképpen többet akar szexelni. Igen. De egyébként azt gondolom, hogy ha valakinek kicsikét ingatagabb a párkapcsolata, akkor is, hogyha meg akarja állni, mert nem vagyunk állatok, tudunk mérlegelni, tudunk az ötvényeket uralkodni, ha valaki az elhatározó, nem csalja meg a párját, akkor azt tudja magát tartani. Viszont, hogyha valakiben benne van az állandó buzgóság arra, hogy új és új élményeket hajkurászol kapcsolatban kívül, akkor bármit tehetünk. Tehát azért is nem szabad elsősorban magunkat hibáztatni, amiket megcsalnak. Inkább az egész kapcsolat egészét érezni. Igen. Aha. És a másik oldal, tehát amikor a szerető kerül egy ilyen helyzetbe bele, az miért lehetséges, itt is biztos több verzió van, én egyet tudok mondani, ami nagyon általános szokott lenni, de így azt szerintem jobban képben van. Halljuk először. Jó, hát én azt, a nők
Önnél tudom, Pasiknál biztos más mi van, hogy az önbecsülés az nagyon a békafereke alatt szokott lenni, mert ugye miért mennénk bele egy olyan tök totál szar kapcsolatban, ahol van három gyerek meg egy, igen, meg egy másik feleség, hát az a, az azt csak akkor vállalja be egy nő, hogyha fú, nekem ennél jobb nem jár. Kategória van, akár Krisztára mit gondolsz a férfi oldalt, mielőtt erre reflektálok? Hát szerintem az, hogy hazamegy, és ugyanúgy nem történik otthon motiváció, előrelépés, és ugye ez is, amit mondta, a kommunikáció hiánya, hogy nincs motiválva a férfi, teszem azt is, hogy valamit akar. Tehát, hogy az unalmas munkahelyről hazamegy az unalmas család, és nem történik semmi. Tehát mondjuk, de ez a családos ember, és igen, az igen. És most, ha mondjuk szinglívként hát, elkerülsz egy szeretői státuszba, úgy mondta. Na milyen, mit találnál? Mikor mész bele, mint pasírnak? Nem tudom. Soha. Nem biztos, hogy... Nem biztos. Szerintem, legalábbis magamat ismerve, tényleg ez a maximalista ember. Hogyha neki az nem elég, akkor valószínűleg... De én azt gondolom, hogy a férfiak kevésbé, hanem azért a férfi hiúság az erősebb ahhoz, hogy mondjuk ők osztozzanak egy nőn. De amit mondtál, hogy ez az önbecsülés, alacsony önbecsülés, az, hogy látszólag ott van egy tökéletes élet, ott van egy akár egy gyönyörű feleség vagy gyerek, tehát ott látszólag mint a család, és az emberben bele van kódolva ez a versengési vágy. És ott van az, hogy úristen, hogyha én őt el tudom venni, akkor én mennyire jó vagyok. Ez is egy ilyen kezdő motiváció, és hát egy ilyen önbizalom lökésed sokszor a harmadik feletnek az, hogy mégis én kellek, de hát ez egy roppant rossz illúzió, mert hogyha valóban ő kellene, akkor ő kellene. És szerintem egy nagyon-nagyon rossz kezdet egy olyan kapcsolat, tehát hogyha tényleg beszélgettünk korábban most az adás előtt egy pár percet erről, hogy teszem azt, mégis a szeretőt választja a férfi, hát akkor lehet az a boldogság felhúzni, azt gondolom, hogy nem, mert előbb-utóbb egy vitának ki fog bukni, hogy ezek az elején nem volt ebben nem biztos, miért beszélsz még a másikkal, miért tartod a kapcsolatot, és megmérgezi az egészet az, hogy hátrányból indult az a szerető. Minél hosszabb ideig tart az a viszony, annál nehezebb a nullára kihozni a kapcsolatot, és gyűjteni azokat a közös élményeket, amik az egész kapcsolatot éltetni. Tehát teljesen megálltod az egésznek azt, hogy ilyen felhőtlen, önfele dolog legyen. Kicsit olyan lesz, mint egy távkapcsolat, hogy úristen, hetente egyszer látjuk egymást, majd összekövetkezünk, akkor meg igen, hoppa, igen, és ezért adja meg ez a szeretőtartás, azt az illúziót, amit sokan hajkuráznak. Tehát én nem akarok senkit megbántani, aki harmadik fél egy ilyen kapcsolatban, előre is esetleg nyersen fogalmazom, de ilyenkor legtöbb esetben baromira nem az számít, hogy ki a szerető, tehát nem az ő személyisége, aki azt hatalmas varázst, hanem azt az illúziót, amit megkap az, aki benne van. Tehát igen, a legjobbat adjuk egymásból azokban a röpke lopott órákban vagy napokban, lehet a legjobb arcát mutatni az embernek. Igen, frissek vagyunk, üdék vagyunk, kifesik magunkat ébredés előtt, meg a többi kapcsolat elejé riklak. És fogjuk tartani évekig, mert igen, igen. És ugyanígy az, aki csalja a párját, az is előadja a gondolat, de a valódi én, az nyilván nem az, hanem az, akit otthon feleségnek, anyukának, tartós kapcsolatnak, bárkinek, tehát a megcsalt félnek előad. És tényleg ilyenkor szokták mondani a szeretők, hogy de hát annyira jó ember, de hát annyira kedves, és annyira odaadó, és annyira kavalér. Persze, nyilván, mert ez a kampányidőszak, és akkor nem megett a kampányidőszak. Tehát én azt gondolom, hogy akinek van egy csepp józan belátás a dolgokban, lehet az érzelmekre fogni, de könyörgöm, ne, mert az eszünk is kell néha, hogy domináljon, és igen, lehet, hogy azt érezzük, hogy a szívünk megdobba, de hányszor érezzük ezt életünkben? Nagyon sokszor, hogy igen, jó az igazi, és hogyha van rá mód, akkor ne azt próbáljuk megtenni az új igazinknak, akinek ott van valaki más a másik oldalon, mert tényleg nagyon-nagyon hátrányba szorít az egészet, és a saját önbecsülésünkre is nagyon romboló hatással a női szolidaritásra meg akkor nem is beszélek. Vannak olyan párok is, vagy ilyen trilógiák, ahol nem igazán tudja mondjuk a szerető, hogy nyilván a feleség biztos nem, de a szerető, hogy mi a helyzet? Hát szerintem ezt azért elég nehéz manapság fenntartani, főleg mióta a közösségi oldalak vannak, és két kattintás kerül kideríteni, hogy van az illetőnek valami, ezt szerintem kevésbé lehet fenntartani. Mondjuk én személy szerint voltam már egy ilyen szituációban, amikor is azra kell tennem, hogy hoppá, igen, itt valami harmadik helyet lenni, és hát azt akkor az ember valami gyorsan le kell érgelni, de szerintem ez olyan szinten kiábrándító egy ilyen dologra rájönni, hogy normális értékrenddel nem biztos, igen, hogy tartjuk magunkat ahhoz, hogy mi leszünk a sokadikok.
Igen. Egyébként segít is, bár fáj nagyon ezt megtudni, de azért nem nagyon nagy segítség, ha meg tudjuk a másik mekkora kamugép. Tehát az egy felejtő, meg arra nem lehet építeni. Jó, hát én tudom, nagyon sok ismerősen barátom van, akik ezekben a helyzetekben hát szenvednek. Ez azért van általában, mert most arra gondolom, hogy szerető tartás itt a fiatalok összejönnek, de ez nem csak a fiatalokra vonatkozik, hanem az idősebbekre, sőt még a 40-es korosztály fölött is előfordul olyan gyakran, hogy akkor beilleszkedik a házasságba egy harmadik. Persze, és szerintem minél rosszabb egy házasság, annál nehezebb mondjuk egy életi belőle, mert tényleg azért ott vannak azok a dolgok, amik a kapcsolat mellett szólnak, és amik esetleg a hűségre tudják sarkalni azokat, akiknek kicsit erősebb a hogy mondjam, kicsit stabilabban akarnak a dolgokban benne lenni, tehát kevésbé labilisak így érzelmileg, vagy a vágy kevésbé hajtja őket. Na mindegy, tehát igazából azt gondolom, hogy minél több élmény, minél több év van, annál kevésbé lesz jó kimenetelű ez a szeretőtartás. Ja. Tehát ahogy mondod, hogy kevésbé fog kiszállni belőle, inkább benne ragad, csak gyakorlatilag szerintem az annál nagyobb árulás, minél hosszabb egy kapcsolat a megcsalt fél részéről is. Ja. És én azt gondolom egyébként, hogy ezek azok a kapcsolatok, ahol megpróbálnak azért idővel ezen túllendülni, mert azt fogják mondani sokan, hogy több évtized jó élményét, meg közös élményeket nem fognak egy botlás miatt félretenni. Csak itt az a különbség, hogy nem egy egyszerű viszonyról beszélünk, nem egy botlásról, mert emberek vagyunk, gyarlók vagyunk, előfordul, hogy az ember egy olyan szituációba kerül, ahol gyakorlatilag az ösztönök nyernek az észhelyet, de amikor egy hosszan tartó viszonyról beszélünk, ahol tudatos árulás van a szeretőt tartó ember részéről, azt gondolom ez egy megbocsátatatlan dolog. Tekintve azt, hogy sokan azzal takaróznak, hogy mert ez így kényelmes, mert hogy ugye nehéz lenne megreformálni a régi kapcsolatot, de én azt gondolom, hogy a hazudozás, a két kapura játszás, mert többi sokkal több energiát emészt fel hosszú távon, mint mondjuk egy alapkapcsolatot kicsikét új lapra tenni és megreformálni. Jó, ezt most így olyan szépen, mit van, gyönyörűen napkönyvben erről adjuk, hiszen nagyon-nagyon jó, minden tud erről a témáról, de egyébként még tudom, hogy ez sírással jár, fájdalommal jár, ez azzal jár, hogy depisek vagyunk. És egy hatalmas munkával után, hogy megtalálja azt, hogy hol volt az a pont. Igen. És én azt gondolom, hogy egy ilyen viszony után semmi nem lesz a régi. Tehát, hogyha sikerül a párnak kicsit összetartani, akár párterápia, vagy bármi más hatására, sosem lesz ugyanolyan, sosem lesz, mert ez tényleg egy akkora pofon, hogy mind az egyénnek az önértékelését romba dönti, a hosszantartó hazugság. Tehát onnantól kezdve gyavakóvá válik az ember, és állandóan azt fogja fürkezni, hogy vajon a másik mikor mondott igazat, ha voltak, akik évekig képes volt az illető szemébe hazudni. Hát igen, itt az emberek identitása sérül, és ilyenkor segítség kell le, tehát ezt mindig szoktam én is mondani, de Izához is ezért lehet fordulni, meg ezért van a weboldal, hogy ne egyedül kell kilódjunk ebben, mert én azt vettem észre, de lehet, hogy rosszul, hogy nem tudnak ebből kikeveredni. Nagyon, de ezt meg is tudom érteni, mert aki egy ekkora sebet kap, például volt nagyon szomorú olyan történet is, hogy egy hölgy itt a szülőszobám volt, és abban az időben ment a csetelés. Tehát gyakorlatilag egy olyan meghatározó, fontos élmény érgeződött meg azzal, hogy a férj közben másra csetelgetett, hogy én azt gondolom, hogy itt olyan akkora tanára csesz pedig, ahogy bármennyire is igen az ember szeretné a családját egybetartani, de van az a szint, ami alá ne süllyed. Tehát ez nagy. És akkor magunkat nem tiszteljük annyira, hogy azt mondjuk, hogy igenis nekem már többre van szükségem, és több tiszteletre, és többet érdemlek. Akkor az egész el van cseszve. Aha. És ebből az elcseszedből, hogy jövök ki, érted? Tehát legyen az a pont. Most szültem. Nem tudok, hogy vele kit kezd melegni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen speciális szituációban azon is el kell gondolkozni, milyen értékrendet szeretnénk továbbítani majd a majdani gyerekünknek. Mert hogyha beoldolunk és azt mondjuk, hogy jól van, nem történik, de megtörtént. Ez nem egy olyan dolog, hogy jaj, bocsánat. Igen. Ez ugyanúgy benne marad a levegőbe. És azt egyébként az a szomorú, hogy sokszor az ilyen szituációkat nem beszélik ki kellően. Bemarad a feszültség az egész kapcsolatban. Kellene tényleg, nem tudom, tányérdobálás, párterem, vagy bármi, ami kioldja azt a feszültséget, és valóban megoldást kínál rá, hogy ne tudja mondani a pár két fele egymásra szem, és elmondja a mi érteket. Mert ameddig hímezünk, hámozunk, az lehet, hogy kevésbé fájó, de hogyha tovább akarunk lépni esetleg egy ilyen, akár extrémabb szituáció kapcsán, muszáj kibeszélni, mert ameddig az a feszültség ott lóg, az ugyanúgy elő fog kerülni. És ugye, ha már rossz a lépkör, az már megint egy öngerjesztő folyamat.
mert előbb-utóbb valamelyik film menekülni fog, és lehet, hogy más találja meg azt a boldogság illúziót, amit hajszol, vagy amit a korábbi viszonyagot neki. De miért nem merünk beszélni? Tehát, hogy az emberek többsége miért nem lehet beszélni? Főleg itt a karácsony, mindenki gondolkozik, hogyha meg ott van magadkozik, és mégsem megy azt a vitát kérdezteni, hogy mitől félnek az emberek. A válaszoktól sokszor egyébként, meg a reakcióktól. Igen. Tehát szerintem nagyon ritka az, amikor mondjuk két felre tud egymással úgy beszélni, hogy mondjuk teszem azt, nem akarnak előre gondolni a buta kérdésekkel, de leül melléd a barátod, és megkezdetek egymással, kivel volt a legjobb az ágyban. Nyilvánvalóan mit mondasz? Ó, veled drágám! És itt van például egy első valóság, amit nyilván az ember nem azt fogja mondani, hogy az elsővel, a másodikkal, a harmadikkal, hanem majd vagy nem muszájból nem mondok igazat. És ez csak kommunikáció, mert elmondom, hogy tök jó, de itt még tudnánk valamit, vagy ezt csináljuk. Igen, ezt... de ez egy jó kommunikációs forma is, mert nem bántod meg az illetőt, hanem megoldásokat kínálsz. Tehát van, ami például tök jó, meg egyébként optimális egy kapcsolatban, de nem ideális, és az ideális, nem is biztos, hogy el lehet érni, de törekedni kell rá állandóan. És ez például egy tök jó megközelítés, amit most említettél, hogy ezt hogy kell betállalni. Igen, csak tényleg, amikor ilyen kínosabb vagy kicsikét intimebb témák jönnek fel, nagyon ritka, hogy tényleg őszintén lehetett beszélni egymással. Tehát ezt nagyon kell fejleszteni, és ez egy tényleg nagyon-nagyon büszke vagyok. Ez biztos, hogy a közösségi média. Tehát egy cseten sokkal hamarabb meg mert kérdezni valamit, mint hogy szóba számítom szembe, és ez szerintem egyre rosszabb. Nem, de csak tudod, hogy mi a baj? Tehát tényleg, hogy itt van a kezünkben a telefon, a cset, meg minden lehetősége, és nem várjuk meg mondjuk azokat a lehetőséget, hogy beszélgessünk, meg azt, hogy mi van az egész nap, mi történt az egész napod, hanem morzsákat dobálunk egymás felé, információkba, kommunikációkba, és nincsenek meg azok az őszinte nagy átfogó beszélgetések, mint amik mondjuk szerintem egy 20-30 évvel ezelőtti generációra jellemzőek voltak. Nem akarom mondani, hogy olyan régen ezelőtt volt, de... Ezt veszem meg a kapcsolatban már miért elkezdődik, az előtt jár rossz, úgymond, mert folyamatosan beszélünk, hogy őtök a randihoz, tehát mindent megbeszéltünk. Igen, és akkor így kezdődik a kapcsolat, ez folytatódik, ez így. És ez teljesen megágyaz annak, hogy utána valami hiányozni fog. Tehát ez tényleg mindig, minden alkalommal mondjuk ezt a kommunikációt, és tudjuk, hogy már nagyon az agyatokra még sokszor, de látjátok, hogy mennyire fontos ezt előhozni. Aha. És tényleg, ahol valami nem stimmel, ezt is már mondtam korábban, lehet ezért nem haragudni, vállalom, hogy a megcsalás sokszor nem az oka, hanem a tünete annak, hogy valami nem stimmel. És lehet, hogy ez a nem stimmel egy egészen picike dolog, ahol az egész elúszik. Akár szexuálisan, akár az érzelmek kifejezésében, akár különböző szeretett nyelvekben, vagy hogy nincs egymásra idő, de elcsúszik. És azokat a kis űröket, amik vannak a mi kis lelkünkben, azt persze egy idővel az ember máshogy kezdi betömögetni. Sporttal, hobbival, akármivel, és mondjuk, ha egy gyengébb pillanatban bekerül valaki az életébe, az könnyen ott is maradhat, hogyha nem ismerjük fel mondjuk azt, hogy nekünk mi a felelősségünk ebben. Mert ugye beszéltünk eddig a megcsalt félről, beszéltünk a szeretőről, de ott van mondjuk az, hogy valaki miért tart szeretőt. És erre te mondtál például egy opciót. Azt gondolom, hogy tényleg ilyenkor sokszor a saját egónkat nyaldossuk azzal, hogy van valaki, hogy megkapjuk az abszolódést. De ez lehet. Igen. És jaj, de jó, hogy én egykor király vagyok. És végre itthon megvan a biztonság, ott pedig megvan az izgalom. És ez így egy tök jónak tűnik, de hát gyakorlatilag felőrlép az összes hazudozás az embert, és szerintem teljesen méltatlan egy hosszú kapcsolathoz. Az, hogyha valaki így próbálja megoldani az esetleges problémákat, mert az nem, mert tényleg a tünetet kell kezdeni, vagy nem a tünetet kell kezelni, hanem az okot. Aha. Tehát valami gáz, igen. Igen, tehát erre a problémára szépen így rásítunk egy másik, egy harmadik részlegöt, akkor ugye mindenkinek megbolygatjuk a... Igen, dolgot. Jó, még oda visszatérve egy kicsit, ugye biztosan sokan próbálunk társkereső oldalakon randizni. Szerintem onnan is nagyon sok ilyen viszony indul ki, mert ugye ott mégis nagyon gyorsan belekeveredünk egy randi után, hogy jó, ebben a pasival, ebben a csajjal nagyon jó volt, akkor mi mentünk is az ágyba, de hát nem tudjuk egyáltalán, hogy mi van otthon. Igen. Tehát szerintem nem biztos, hogy jól gondolom, de hát ilyen gyorsan kialakul ez a viszony, tehát nem arra gondolunk, hogy ez évek alatt majd szép lassan, mert nem, mert ez nem nagyon gyorsan is érhet. És azon minél hamarabb, tehát ott szabunk az egésznek, annál körülbelül kijönni. Így van, viszont ez valamikor tovább megy. Igen, egyébként visszatér a motorhoz a társkereső dolgot, tehát én azt is nem csalásnak tartom, hogyha mondjuk valaki csak online folytat egy viszonyt egy másik emberrel, mert azt gondolom, hogy az online viszont, hát amikor mondjuk ez az állandóan csak elkezdtünk, meg ilyesmi képeket küldözgetünk, meg stb., mert ez így egyfajta árulás.
kiírása annak, hogy, hogy mi nem a partnerünkkel osztjuk meg a gondolatainkat, a fotóinkat, meg a többit, hanem egy x-edik emberrel, aki majd nem totál idegen, és mégis megkapja azt a figyelmet, azt a törődést, amit a saját partnerünk is adhatnak. Ez ilyen kellemetlen, de azt gondolom, hogy így a mi generációnk, meg tőlünk felfele, nekünk ez a chat, meg a telefon, meg az internet, meg egyébként, ez kicsikét kevésbé számít megcsalásnak. Többen írtak nekem például a 40-50 év feletti pároknak a tagjai például, hogy a partnerük online ismerkedik, online csatás, nem érzi megcsalásnak. Én azt gondolom, hogy azért részben, mert a mi fiatalkorunk, a gyerekkorunk, ami volt az egyetlen ilyen online lehetőség, vagy a Hábox. De most még korábban, hogy gyakorlatilag nem volt ilyen opció, milyen az internet annyira bele szivágott az életünkbe, hanem mi volt az ember. Izgalmat keresett szextelefon. És ott ugye fel arra volt, hogy igen, már kevés meg. Tehát gyakorlatilag, ha az ember ilyen nagy izgalmat hajszolt, akkor vagy ugye bekapcsolta egy pornókazettel, vagy szextelefon. És a szextelefon az kicsikét erre hasonlít, hogy ugye írogatok valakinek, meg beszélgetek valakivel a túloldalon, akit nem is ismerek. És egyfajta olyan illúziót ad, hogy igen, van is, meg nincs is. És mivel nincsen benne fizikai kontaktus, ezért azt gondolják ugye sokan, hogy az online az sem megcsalás. Én azt gondolom, hogy ez jó téma a fogalmát. Igen, ezt nem is említettem volna, hogy nem gondoltam, hogy ideig eljutunk. Én is így gondolom egyébként, hogy ne csak arra gondoljunk, hogy most már lefekszünk, csak az a megcsalás. Tehát minden szerintem is megcsalás, ha már hazudozunk otthon, akkor erős megcsalás. Így törölt üzenet, meg a több. Igen, tehát ez árulás ugyanúgy, hogyha most egyfajtában hazudozok a páromnak, ugyanúgy, mint hogyha most valakivel lefekszek csak. Ez teljesen kínos helyzetbe kerül a párunk ezáltal, és szerintem az a tisztelet az nagyon járna. És hogyha mi nem tiszteljük a saját partnerünket annyira, hogy megadjon neki az őszinteséget, tiszteletet, akkor kitől várná tényleg azt a tiszteletet? Tehát feljogosítjuk gyakorlatilag a szeretőnket arra, hogy degradálja a mi párunkat. És egyébként ez is egy nagyon gyakori jelenség, amikor a harmadik fél azt mondja, hogy az a nő, meg a többi, meg hogy milyen rossz a kapcsolatunk, de nem döntőbíró, nem az ő szerepe megítélni sem a házasságnak, kapcsolatnak a minőségét, amiben belekerül, nem tisztel ítélkezni a nő felett, mert gyakorlatilag nem is biztos, hogy jobb a nevőnél, mert lehet, hogy csak az a szegény megcsalt hölgy, az csak picit fáradta, vagy több a dolga, vagy benne nem lát, aki nem ebben az életében, az harmadik félként ne vegye a bátorságot szerintem arra, hogy nagyon-nagyon ennyi benyézen arra, hogy ők mit rontottak el, mert gyakorlatilag semmi köze a dologhoz. Az, hogy ezt ők ketten majd a későbbiekben hogy tudják túlélni, vagy akarják egyáltalán túlélni ezt az egész hármas dolgot, ha esetleg világra kerül, az szerintem totálisan az ő magánügyük, amiben egy szeretőnek nincsen joga belekötni, úgymond, és nincsen joga szerintem egy egykori szeretőnek sem ráborítani az asztalt a megcsalt félre és szembesíteni a dolgokkal, mert nem tiszta. Most neked arról hiszem, mi a vélemény lesz a Csernus orvosnál, olvastam, picit én így láttam egyébként az én életemben, és hogy ez volt a legjobb megoldás, és ő is azt mondja, hogy ez a legjobb, vigyel mindenki, hogy ezt nem csináljuk már vissza. Tehát, hogyha hárman vagyunk valamilyen kapcsolatban, akkor mindenki menj el a maga útjára. Igen. Én is ezt gondolom, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon... Lehet, hogy nem is lehet. Igen, tehát ha tök jó az önismeretünk, tök jó az önmunkánk, tök jó a partnerünk felé, újra sikerül a bizalmat felépíteni, de 100%-os lehet, hogy valaki azt mondja, igen, megy, meg hasonló, meg küzdjük egymásért, és lehet, hogy évtizedek óta az igazolódik, de hogy igen, jó, hogy megbocsájtottunk, megadtunk egy új lapot, de szerintem nagyon-nagyon ritka az, amikor egyetlen el tudnak jutni odáig a felek, hogy valóban megbocsássanak. Szerintem a megbocsátásnak egy olyan magas foka, hogy nagyon-nagyon kevesen képesek rá, és le a kalappal mindenki előtt, aki úgy gondolja, hogy érdemes volt azután még egy esélyt adni. Én megmondom őszintén, nem lennék rá képes. Aha. Én szerintem igen, de azért nem, tehát a viszonyról beszélünk, az igen, van egy időtartalmat. Igen, de nem csalásoké, nem legitimizáljuk, nem pártoskodunk mellette, de van az a szituáció, hogy szerintem megbocsátható, de amikor valaki éveken keresztül megaláznak gyakorlatilag, és nincs lehetőség eldönteni, hogy akar-e benne lenni, vagy sem, szerintem az egy olyan dolog, amit inkább el kell engedni. Hát én azt gondolom, hogy igenis jár tisztelet. És ha belemegyünk abba, hogy nekünk csak ennyi el, és igen, elfogadjuk, akkor onnantól kezdve ne várjunk sok jót, hogyha magunkat ilyen szinten értékeljük be. Mit mond a Szent Eliza, hogy egyébként hány ember van Magyarországon ebben a helyzetben? Tehát azért mondom, hogy ne higgyük azt, hogy ez ilyen szűk réteget érint, mert mondom, hogy
majdnem az összes ismerősöm már ebben van, vagy ebből jött ki, vagy pedig valamilyen szinten találkozott. Szerintem nem igazán van olyan ember, aki valaha nem volt az egyik sarkában ennek a hereszeremi háromszögnek, úgyhogy elő vagy utóbb, ne legyen igazán, mert nagyon sokan eljutnak vagy ide, vagy oda, vagy amoda. És ez tényleg azért a mostani felgyorsult világunk is köszönhető, hogy olyan szinten nagy a nyomás rajtunk, hogy tényleg sokszor az egész kapcsolat rámehet. Túl sok a lehetőség is sokszor, és az ember azt mondja, hogy valamiből kimarad, hogyha mondjuk nem kap fűhöz fához. Úgyhogy ennek nagyon sok magyarázata lehet, de egyébként azt gondolom, hogy hát korábban például azt mondták, hogy ugye, hogy van a mondás, hogy a nők a tényes sok mindig jó, azt a tényes sok mindent elbír, vagy valami ilyesmi, de nem. Ez van a tényes, semmi ez olyan, mint a szexuálisan, nem is emlékszünk ilyen. Hogy sok mindent el kellett viselni az osztályon. De nem, de ez nem igaz. Ez egy rossz beidegződés, és tényleg az embernek kell magát emberelni, megrázni magát, és higgyük el, hogy ha mondjuk egy ilyen helyzetben vagyunk, akkor nem az a maximum, amit kaphatunk a fáradtól. Tehát ne árazzuk el magunkat annyira alulra, hogy igen, és semmi nekem nem lehet jobb. Persze, igen, belejárad is, hogy egy a közös hitel, a financiális okok, meg egyébként az ember marad, tehát azért az jó állni a képet, de szerintem az ember törekedjen arra, hogy ha adott például nem is tud lépni, de hogy egy B-tervet kialakítson magának, és ha jelen pillanatban nem is működik neki, szerintem olyan nincs, hogy sehova nem lehet fordulni, vagy menni, vagy egyébek. Tehát, hogy az ember olyan szituációban van, ahol nem becsülik, meg nem kap tiszteletet, az sok jobb nem szül. Uh-huh. Közben látom, ott van valami kis iszteret. Szerintem csak marcsékból, de keményebb. Yeah. Igen. Azt akartam még kérdezni ezzel kapcsolatban, Iza, hogy még egyszer rátérnék arra, hogy sorolt fel, de nagyon részletesen kérlek, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak, és még ezelőtt ugye nagyon fontos része hiányzik ennek a területnek, ugye fel kell ismernünk mindenkinek saját magának, hogy segítségre van szükségünk. Tehát, hogyha 650 egyszerre próbáltunk meg kimászni, és nem, mert megint felhívott, mert megint ezért találkoztunk, meg gondolom ez is még jobban belepörgeti az egészet, mert szerintem ez így történik ezekben, vagy tapasztalatban is mondom. Egyébként egy párterápia. Újra és újra összejönnek, szakítanak, hogy nem ez a játék. De megy ez a csiki. Igen. És egyébként szerintem egy párterápia azért is megoldás ilyen helyzet, de nem biztos, nagyon nem biztos, hogy megmenti a kapcsolatot, mert kb. 60%-a a párterápiára forduló pároknak végleg szétmegy záros határidőn belül, de segít, mivel nem csak közösen, egyébként is foglalkozik ilyenkor a párokkal, segített megtenni azokat az okokat, ami ezt az egészet generálja, hogy miért megyek bele, miért követelem újra azt a hibát, miért bocsátok meg, miért ítélem magamat ennyire kevésnek, és feltárulhatnak azok a mélyélettani okok, amik magyarázatot adhatnak akár arra, hogy mondjuk egy férfi miért nem tud egyszerűen megállapodni egy nőnél. Tehát mondjuk olyan viselkedés mintákat lát, vagy ezzel egy oka lehet ennek a dolognak. Ez nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, tehát ebből jön egy erős önismereti tréning. És nem szégyen elmenni az embernek és egy időszakemberhez, akár hogyha valaki az alternatív megoldásokat szereti kineziológushoz, önismereti trénerhez, akár tényleg terapeutához, mert fontos az, hogy a saját motivációkat is megismerjük, akármelyik oldalán vagyunk ennek az egész kialakult rettenetes helyzetnek. És ameddig magukkal ez a tisztában, addig nem fogunk tudni tovább lépni. És azt mondja az ember, igen, jól ismerem magamat, jól ismerem a reakcióimat, és mégis gyakran sokan elkövetik ugyanazokat a hibákat, ugyanazokat a szituációkat, és valahol mindig ugyanaz az egésznek a mintázata. Igen. És ez nem véletlen. Hát ezért kell ez az önismereti tréning, azért mondtam az elején, hogy mindenki jár, mert valószínűleg valamit nem tudunk magunkról, amit újra és újra kell ismerni azt a szituációt, hogy például veregetjük a saját vállunkat, hogy igenis, de jó lesz, és el fogja hagyni a párját miattam, meg a többi, de fel kell ismernünk, hogy nem, ez nem ez a szituáció. És fel kell ismernünk azt is, hogy aki egyszer mondjuk hozamosabb ideig a szemünkbe hozott, az valószínűleg nem egyszer tette meg, és nem is többször, nem is fog megállni a következő alkalomnál, és meg kell tenni mondjuk a szeretőnek is azt, hogy mi az, ami neki hiányzik. Mert nem biztos, hogy az, ami hiányzik, az neki a kapcsolatából, hanem lehet, hogy a saját kis lelkéből hiányzik ez a dolog, amit a saját partnere azért nem tud megadni, mert nem az ő dolga lenne, hanem magában megtenni ezt a balanszot, amit ő keresli a csapongással. Ez nagyon jó, Iza, amiket mondasz, hát óriási lehetőség érkezik mindenkinek, mert ezt egyszer megtanuljuk magunkról, akkor még egyszer nem fogjuk megcsinálni. Igen, csak képesnek kell lenni felismerni az adott szituációt. Csak ez fáj.
Igen. De tiszta fejjel nem mindig tudunk gondolkodni, hát, sajnos. Mondd a megoldási lehetőségeket. Most előbb is soroltad, de azért ha segítséget akarok kérni, egy ilyen szituban vagyok, mit tudom én, egy, két, három, tíz éve, mit csináljak? Hát szerintem ne a barátnőzőm elsősorban. Mert az két opció a barátnőm mit mond, minden mélyeket is szó. De majd úgyis, hogy te gyakorlatilag az alapfrázisokat fogja hangoztatni, és előrébb nem leszel. Hát igen, el lehet menni, ahogy nem mondtam, a segítő szakemberekhez. Azt gondolom, hogy manapság tényleg számtalan módja van annak, hogy az ember a saját számára ideálisnak tűnő megoldást találja, de én azt gondolom, hogy inkább a pszichés oldalát nézzük meg, mert persze igen, a kinéziológia, mert ez is nagyon-nagyon jó, de sokkal komplexebb egy olyan terapeutához menni, igen, aki a valóban a mély életani okokat keresi meg, mert tényleg ne csak a tünetet, hanem a valódi okot találjuk meg, és a gyökerestől szedjük ki a problémát, az lenne az egész, a lényeg, hogy újra ne kövessük el, mert csak a felszínt így hívjunk, addig, ahogy a veszekedéseknél is, hogyha nincs kioldva a feszültség, nincs megoldva a probléma, akkor az ugyanúgy ott lesz és cirkulál. Aha. Nagyon egyetértek veled, Iza, és komolyan mondom, azért még értem is az Instagramon is, és sokkal többet tudsz el, és így össze-vissza megérzéseim vannak. A megérzésekre baromi jó hallgatni, és tényleg ti is hallgassatok a megérzésekre, mert ez tényleg nem humbug, hanem az embernek azért vannak ráérzések dolgokra, és hogyha valami az sugja belőle, hogy ez nem oké, az általában beigazolja, hogy tényleg nem oké. Tehát ez akkor valami nem stimmel, akár, tehát nem véletlen, hogy a nők akkor jönnek bele a telefonba, amikor ott van az üzenet, és nem akkor, amikor nem volt otthon, hanem egyszer csak az ember kap egy kis szelet, vagy bármi, észleljük a párunknak a mozdulatain, a stílusán, bármi, hogy ott valami változás van. És ezeket nem szabad a megérzéseket elbagatelizálni. Magunkban meg kell fogalmaznunk az érzést, amit kivágunk az adott helyzet, és annak megfelelően cselekedni. És ugyanígy, amikor mondjuk a szeretőbe, aki otthon ül a karácsonyi falat, és búslakodik azon, hogy a párja... Csináltam ezt! akkor azért ott van az a gondolat, hogy ez így nagyon nem... Ez nagyon nem frangó. Nagyon nincs erre. És akkor ennek ellenére meg tovább a dolog lehet. Nem sokszor. Az a jobb. Csináltam valamit, de évek. Tehát így mondom mindenkinek, ez egy nagyon nagy meló, viszont óriási lehetőség tényleg. Igen. És ezen dolgozni kell. De egyszer fáj, akkor nagyon, meg hosszan, de utána egy akkora teher lekerül az embernek a válláról, hogy sokkal egyszerűbb megtalálnia magát. És mondjuk egy olyan hölgy, akit megcsalnak. Lehet mondani, hogy jaj, de hogy boldog, meg nem vesz észre semmit, de hogy nem, legfeljebb nem törtöli világgá. Szerintem az a nő is érzi, hogy valami nem stimmel a kapcsolatban. Mert bizonyára nem kapja meg azt a figyelmet, azt a törődést, stb. És azt előbb-utóbb kiderül, hogy azért nem, mert más kapja meg helyette. És ezt is fel kell ismerni, hogy hú, itt valami nem stimmel, és tényleg gyakorlatilag bejönzünk a telefonba, meg a többi. Nem gyanakulnak kell lenni, de amikor megérzés van arra hallgatni kell. Picit rátérnek a pasikra is, mert olyan magunkról beszél, mert lányok vagyunk, aztán egy jobban nem csapjuk fejét. De a fiúknál is van ez a szituk, tehát a fiúknak ugyanilyen fájdalmas, és ugyanúgy fáj nekik, hogyha ez a helyzet, két jó csaj van a képben, és akkor nem tudja eldönteni, igen, persze. Önlődik ebben, azért nagyon igen, nehéz helyzet. Egyik helyzet a bizonytalanság, az emlékek a többi, a másik pedig az újdonság varázsa, de hát ezt tudjuk, hogy ez egy illúzió, mert pont annyira izgalmas, mint amennyire izgalmas volt az eredeti partner az elején. Mert idővel persze változnak a dolgok, mert a fontosság is volna, meg minden, de bele kell gondolni, hogy x év után az új kapcsolat az hol lenne. Meg hogy érdemes egyáltalán egy szép formás fenékért kockáztatni az addig elért dolgokat, vagy sem, és azért mondtam, hogy a mérlegelés képesség az a miénk, és azért ezzel élni kell, és nem állok módjára menni az ösztöneink után, mert megütjük a bokánkat. Uh-huh. Fiúknak esetleg vannak, férfiaknak, bocsánat, Alex, extra ötleteid, mert ők még agyasabbak, mint a nők, tehát ők nem rendelkeznek ezzel a megérzés világgal, és igazából ők mindent egóval letolnak, hogy Bírom én ezt csinálni, igen. Én szerintem ez nemhez kötött, hogy mi az adás, mert ugyanúgy, mondjuk azt mondom, hogy a férfiak kevésbé mennek el szakemberhez, mert az a belénkódolt dolog, ez a férfiak, hogy ez a ne sírjál, ne vállal azért, ez elég kemény, meg a többi, tehát ezzel gyakorlatilag arra programozzuk a fiú gyerekeinket, hogy egy kicsikét befele nyeljék az érzéseiket, de ez nem jó, mert
aki mondjuk férfi, az nem sírhat, az nem vállalhatja az érzelmeit. Szerintem amennyire így hajlunk az egyenlőség felé, ebben is lehet, jó, hogy nem engedik a társadalom, hogy nem röhögünk azon, aki mondjuk férfi létére felvállalja az érzelmeit, vagy a bizonytalanságát, vagy a hibáit, mert az a nagy csók dolog, szerintem már elég volt. Aha, oké, tehát nagyjából ugyanaz a helyzet férfiaknál és nőknél is ebben a helyzetben, tehát mind a kettő nagyon rossz, mind a kettő szenved benne. Meg kell egyébként élni mind a veszteségünket, ahogy az örömeinket is megéljük, tehát nem az, hogyha valami fáj, és akkor elfedjük az egészet, meg hamis arcot mondjuk, nem, valami fáj, azt az ember oldja meg. És higgyük el azt is, hogy mondjuk belekerül egy férfi szerelmi háromszöget, nem jó neki nyilván a szituáció, mert elég kevés az, aki tényleg a öröm által, amikor megy ágyról lányra, hanem biztos ott van a bűntudat, meg a többi. Az igaz. Tehát azért tényleg bármennyire fájó, de ennek valamilyen szinten előbb-utóbb pontot kell tenni a végére. És tényleg akár a legelején, hogyha az ember mondjuk hazamegy, és azt mondja, hogy figyelj, csináltam egy hibát, akkor sokkal nagyobb esély van arra, hogy az egész megoldódik, mint az, hogy húzza a halasztja, hitegeti az A-nőt, hitegeti a B-nőt, és így tovább. Tehát, hogyha valakiben van egyfajta bátorság is, ha már elkötött egy, mert akkor vállalja a felelősséget, ahelyett, hogy húzza, mint a rétes résztet. Mert persze valahol valami kényelmes, hogy innen-honnan leveszi a számára kellemes jellemzőket, ami egy számára ideális kapcsolatból kell, de hát akkor van két fél kapcsolat, és nem egy egész, tehát akkor még nem fog boldogságot hozni. Aki még rosszabbul, amikor az van, hogy a bénő hitegeti, egy-két alkalom tök jó, és akkor utána eldobja, és akkor még jobban sérül, hazamegy, és akkor ott van. Sír az asszonynak, hogy történt valami, amit nem tudja. Igen, az is ás. Igen, aha. Azt akartam még az egészhez hozzátenni, hogy azért mindenkinek az életét egy kicsit megóvjuk el, mert látom, hogy azért nagyon-nagyon el lehet tolni a dolgokat egy ilyen helyzetben. Ugye azt még nem említettük, hogy már te egy pár mondattal igen, hogy az érzelmeink ezekben a kapcsolatokban mindenkit elvisznek. Tehát itt nem szépen beszélünk egymással. Igen, amikor már mindenki megcsalt mindenkit, és mindenki hazudott mindenkinek, akkor a legváltozatosabb sértő szavakat dobáljuk egymáshoz, még akkor is, hogyha egyébként jó állapotban vagyunk, mert rettentően fáj. Igen, és főleg az fejezek érzben, hogy gyakorlatilag minden áldozat, amit az ember pedig a kapcsolatért hozott és természetesnek tűnt, az olyan, mint hogyha az ablakon láttak volna. És ez az, ami fáj sokszor az embernek, nem is az, hogy őt bántották, hanem hogy ennek mintha az egésznek semmi értelme lett volna. Ez nem igaz egyébként, mert nyilván megvolt a maga értelme. Ha másra nem, akkor azért tanuljunk belőle, de azt gondolom, hogy egy viszonylag normálisan működő kapcsolatban is, ahol esetleg idővel becsúszkál egy ilyen szituáció, ott is megvannak meg, tehát a szép emlékeket, a jó dolgokat, azokat ne söpörjük a szőnyeg alá. Tehát az egy erőt adhat ahhoz, hogy mondjuk az emberi kommunikációt megüssük, de van, akinek mondjuk pont azért viszi az agyát a gőz, hogy tényleg az, hogy ez semmit nem ért az egész. És... Na, de mit tudsz mondani, mert ilyen szituk nagyon nehéz tudatosnak lenni ezekben a helyzetekben, tehát azon kívül, hogy most erre az üzenetemre legalább 5 percet arrébb megyek, de tényleg valami nehéz. Igen, valami nehéz. Én inkább azt mondom, hogy az ember menjen fusson egy kört, menjen el ott próbálni, mint az, hogy tényleg tragédia történjen esetleg. De tényleg, amikor azt érzem, mert hogy ekkora a feje, akkor húzza meg azokat a határokat, és inkább legyen egy csendes egy nap, vagy elvonulás, vagy egy barátnős hibázat, vagy mindegy, bármi. De ne ad őből cselekedjen az ember, mert azt tudjuk, hogy az indulat az nagyon rossz megoldásokat szül, és gyakorlatilag még nehezebb lesz a helyzet. Tehát mondjuk egy olyan példát hozok fel, ami hát nem biztosan a legéletszerűbb, de teszem, hogy ott van egy nő, akit elárultak, akit megcsaltak, vagy akár egy férfi, és előadja magából a legagresszívabb, a legindulatosabb, a legborzasztóbb oldalát, az nem az fogja, tehát mondjuk teszem, hogy szeretné visszaszerezni a párját. És előadja ezt a borzasztó énjét, ami teljesen indokolt egyébként, hanem teljesen indokolt, de mégiscsak lehet, hogy még távolabb elmarja magától a partner. Főleg, hogyha mondjuk azért alakult ki a helyzet, mert a szeretőt tartó fél érzelmileg az keveselte a törődést. És egyszer csak megkapja gyakorlatilag bombaként az addig is összes rossz érzelmet, amit igazából ő generált, de mégiscsak ez egy ilyen egy 22-es csapdája, hogy pont a rossz oldal erősödik fel. Tehát szerintem sokkal elegánsabb, bármennyire is nehéz, de inkább emelt fővel vagy kilépni, inkább kilépni, mint benne maradni. De az emelt fő az nagyon fontos, hogy maradjunk tényleg, ne forduljunk ki a magunkról, mert akkor egy sokkal rosszabb szintre süllyedünk le
mint az az illető, aki ezt az egész árulást csinálta. Oké, hát gyakoroljuk. Gyakoroljuk. Takár tükör előtt, valahogy, nem tudom. Jó, srácok, van még valami, amit hozzátenni, mert tök jól elmondtátok. Tök jól elmondtátok. Nagyon szeretnénk kérni, hogy aki még van kérdése, keresse meg Izát, és ezt komolyan mondom, mert nem halogassuk, meg kérjük segítségre. Igen, a videó alá, hogy hol lehet elérni Izát, ingyenesen egy-két kérdésre is tud segíteni. Igyekszem. És akkor esetleg lehet tovább menni, hogyha ez annyira nehéz helyzet, hogy ebben nem tudunk egyedül kijönni, mert pedig nem tudunk egyedül kijönni, én ezt mondom. Igen, néha csak egy kis érzelmi támogatást kell. Egyébként, hogy kibeszélni a problémát, az ember elmondja, meghallja magát kívülről, és kicsiket rendben, hogy hoppá, ez mégsem annyira idilli, mint amennyire szerette volna. Jó, igen. És a zsíregetők is jobban hagynak mellett, hogy fognak ennyit enni. Úgyhogy minden vissza jut ahhoz, hogy nálunk van eltolvak néhány dolog. Igen. Köszönjük, Iza, hogy jöttél, mert nagyon régen láttam, hogy tényleg jövök bármikor. Igen, és Krisz, neked is köszönjük, hogy Pasi oldalt megmutattad, hogy jóval visszafogottam, de majd megpróbáljuk jobban kiszedni belőle a lényeget, és akkor írjatok, hogyha segítségre van szükség. Kikapcsolom. Sziasztok! Sziasztok!